Pekes kifli készül éppen a Bói Általános Iskola nemzetiségi tankonyhájában. A helyi táncegyüttes tagjai vesznek részt abban a táborban, ahol a néptánc mellett a német kultúrával, építészettel, színjátszással és gasztronómiával is megismerkedhetnek a fiatalok. Én mindig is gondolkodtam azon, hogy egyszer szeretnék komolyabban foglalkozni a sütéssel, de magamtól még nem kezdtem el, de ez egy jó kezdés volt, hogy így most itt kipróbálhattam. De hogy mitől jó a pekes kifli? Felfuttatunk egy kis élesztőt a liszthez, teszünk hozzá sót, zsírt, tejet, vagy hát ugye a tejben futtatjuk az élesztőt, összekeverjük, gyúrjuk, nem túl kemény, nem túl lágy tésztára, kelesztjük egy 10-20 percig, most nyáron elég a 10 perc és 15, télen kicsit tovább tart, mert hűvösebb az idő, utána szépen kisodorjuk, minden kis gombócot 8 felé vágunk, a gyerekek fölsodorták, megkenték tojással, megszórták sajttal, szezámmaggal mehet a sütőbe. A hagyományőrző német nemzetiségi és tánctáborokat 2010 óta szervezik meg Bójban. Minden táborunknak, akár iskolai tábor, akár a német önkormányzat által támogatott táborok, itt kötnek ki általában egy fél napra vagy egy napra az iskolának a kis tankonyhájában, amit szintén pályázati pénzen tudott a német önkormányzat pár évvel ezelőtt kialakítani, egy nagyon kedvenc helyszín, akár az óvodásoknak, akár a táborozó gyerekeknek, és mindig valamilyen sváb ételt készítenek. A tábor 5 napja alatt kézműveskednek, tájházba látogatnak, kirándulnak, és német drámapedagógiai foglalkozáson is részt vesznek a fiatalok.